Sziasztok, én Szelmisi vagyok, és ez itt az 5 perces összefoglalóm a Diósgyőr Kisvárda mérkőzésről. A mérkőzésre több mint 4200 néző látogatott ki, ami azért egy elég szép szám, és azt se felejtjük el, hogy az ultrák visszatértek a stadionba, és újra tudtak nagyon jó hangulatot teremteni. Mind a két csapat 4-5-1-es formációban lépett pályára, valamint a Diósgyőr a legerősebb kezdőcsapatát vetette be a kisvárdaiak ellen. A harmadik percben Szerhij Sesztakov volt nagyon szemfüles, és mellék eladott keresztlabdáját lelopta, amiből meg is szerezte a vezetést a Diósgyőr. Sesztakov ugye azt az eladott labdát gyönyörű szépen lekezelte, és a hosszú sarokba vágta Felipe mellett. Felipe tehetetlen volt ez ellen, ezzel tehát 1-0-ra vezetett a Diósgyőr. A 20. percben jött egy beadás, amire Rui Pedro tudott érkezni, de sajnos a felső lécre fejelte, ezzel az állás maradt 1-0. Aztán az 50. percben Melnyik tette be középre, és Bumba érkezett nagyon lendületesen, ezzel a találattal tehát megszerezte egyenlítő találatát a Kisvárda. Ezután 12 percig állt döntetlenre a mérkőzés, és a 62. percben megszerezte a vezetést a Diósgyőr Iszlai Bence 11-esével, ami úgy alakult ki, hogy jött egy beadás Polgár Kristóftól, és az egyik kisvárdai játékos felütötte a lábával a kezére a labdát, és ezzel tehát 11-eshez jutott a Diósgyőr, amit Iszlai Bence nagyon magabiztosan a jobb alsó sarokba bevágott, ezzel tehát megszerezte a vezetést a Diósgyőr. Aztán a 70. percben védekeztünk a kapunk előtt nagyon, és a gólvonalon már pattogott is a labda, szerencsére kisikerült vágni egy diósgyőri játékosnak, amiből aztán megindulhatott a szélen Polgár Kristóf, amit még be tudott adni, és bizony Prosser Dániel vágta kapufára. Ez egy nagyon veszélyes szituáció volt, mind a két oldalról jöttek a helyzetek, itt már a vége fele, a Kisvárda egyenlíteni szeretett volna, a Diósgyőr pedig nagyon a 3 pontért ment. Aztán a 93. percben Anderson Pico lökte fel Bacsa Patrikot, amivel ismét 11-eshez jutott a Diósgyőr. Ez pedig Rui Pedro határozottan a bal felső sarokba vágta, ezzel tehát eldőlt a mérkőzést, és 3-1-re nyert vele a Diósgyőr. Én a mérkőzés emberének Dejan Karánt és Polgár Kristófot gondolnám, mivel nagyon jó teljesítményt nyújtottak a mai mérkőzésen, többször is nagyon jól tudtak szereléseket véghez vinni. Ezzel tehát a Diósgyőr a 9. helyen áll a ranglistán, előtte a Kisvárda, és a két kieső pedig a Kaposvár, illetve a Zalaegerszeg. A Kaposvár a sereghajtó 6 ponttal, és a Zalaegerszeg pedig 10 ponttal áll a kieső helyen, a Diósgyőrnek pedig 13 pontja van, és ezzel ugye 9. a csapatunk, valamint a Paks áll még mögöttünk a 11. helyen. Ez egy nagyon fordulatos mérkőzés volt, és ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, lájkoljátok az 5 perc mosolyával Facebook oldalát, és hogyha meg lesz szilveszterre a 100 feliratkozó, akkor lesz egy szilveszteri különkiadás, amiben elmesélem a Fernando Go-Home-os Molinónak a történetét, valamint lesz egy rövid bemutató, hogy hogy készülnek a videók, stb. Sziasztok tehát! Ez volt az 5 perces összefoglalóm a Diósgyőr Kisvárda mérkőzésről.